Földrajz-matematika szakos tanárnak készült, végül inkább mégis a papi hivatást választotta. Csaknem 3 évtizedes szolgálata során a Váci Egyházmegye több településén is hirdette az evangéliumot. Jelenleg 2 egyházközség plébánosa. A mai ismeretlen ismerős Karácsondi Mihály. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm, atya! Én is köszöntöm. Jelenleg ugye Bagon és Hévízgyörkön szolgál, de a kartaliak is ismerhetik, hiszen ott született. Hogyan emlékszik vissza a szülőfalujára? 14 éves korom óta rán vagyok otthon, bár nagyon szeretem most is a szülőfalumat, és ezt mindig is igyekszem figyelemmel kísérni, mi történik otthon, ha nem is sok időm jut rá, de mindig szeretettel gondolok arra az időre, amit otthon töltöttem, hiszen azért az embernek életének az indulása az mindig meghatározó, és hát én azért abban a faluban nőttem fel, onnit kaptam mindenféle indítatást, mindenféle olyan dolgot, ami meghatározza nem csak az életemet, hanem a hivatásomat és minden más egyéb dolgot is. Milyen családban született? A szüleim mivel foglalkoztak? Hát az én szüleim egyszerű emberek voltak. Édesanyám summás volt, a mezőgazdaságban dolgozott hajnaltól egy késő estig. Aztán édesapám inkább ilyen hivatalnok-szerű volt, bár inkább takarító volt, az ő foglalkozása így volt meghatározva, hogy kisegítő 2. Az országos levéltárba dolgozott 40 éven keresztül, az azt jelentett, hogy ő fűtött, ő takarított, ő tette alkalmassá a helyiségeket arra, hogy az emberek ott dolgozhassanak. A gyermekéveiről mesélne nekünk Mihály atya? Gyermekként meghatározó volt számomra az, hogy vallásos életet éltünk, hiszen főleg vasárnaponként központi dolog volt az, hogy a szentmisére elmenjünk, és együtt voltunk, de hétköznap is sokszor, hiszen már egészen óvodás koromtól kezdve ministráltam, és iskolás koromban a 7-6 napjából a hétköznapokban is legalább 3-4-szer ott voltam a szentmisén, és reggel hajnalban volt mindig nálunk a szentmise, mert 6 órakor kezdődött, és egymás után több is volt, és onnét mentem az iskolába is. Tehát ez alapvetően meghatározta az életemet, és az iskolában is igyekeztem megfelelni az elvárásoknak. Viszonylag azt kell mondanom, jó tanuló voltam, igyekeztem megtenni, ami a kötelességem, de emellett azért a többi gyerekkel is együtt hancúroztam, játszottam, tehát azért úgy gondolom, nem voltam olyan nagyon életidegen akkor sem. A tanulás és a templomba járás, a vallás gyakorlása mellett volt valami hobbija, valami külön elfoglaltsága? Hát úgy különösebben nem volt olyan dolog, amit azt mondhattam, hogy mindig rátettem az életemet, vagy azt kerestem, hogy tegyem. Inkább csak a tanulással foglalkoztam, meg hát azzal, hogy a többiekkel hogyan és miképpen tudjak együtt lenni. Volt egy időszak, amikor úttörő csapat rajvezető voltam úttörő csapatban, ugye, bár nem hosszú idő volt, mert ugye rájöttek, hogy a vallásos ember mégsem lehet úttörő vezető, és akkor leváltottak, de akkor ott azzal a kis rajjal, azzal a kis csoporttal elég sok felé mentünk kirándulgatni, a természetben különösképpen, és hát egy kicsit a szemet is szúrt, mert mások nem csinálták persze. A 70-es években azért nem volt szokványos, hogy egy kis faluból egy fiú egy vallásos iskolába, jelen esetben a kecskeméti piaristákhoz kerüljön. Ön hogy került oda? Meg kell mondanom, hogy igazából nem tudtam, hogy merre és hova menjek általános iskola vége felé, de előttem
volt egy példa, Paja János atya, aki most éppen a turai plébános, aki egy évvel járt fölöttem, és ő már előző évben a piaristákhoz jelentkezett, és oda járt, és a plébános megkérdezte, hogy nekem nem lenne egy kedvem oda menni, és azt mondta, hogy hát éppenséggel elmehetek oda is, és hát így kerültem Kecskemétre. Igazából nem gondoltam végig azt, hogy most ez mivel jár, hogyan jár, mert nem láttam azt, hogy most merre szeretnék menni, vagy mi az, amit nekem tennem kellene. Milyen volt a piaristák között az élet? Hát az különösen is meghatározó volt számomra, és nagyon szerettem ott lenni. Az első hetek, egy-két hónap után, amikor azért a honvágy az benne volt az emberben, és gyakran magunkra húztuk a paplant, és az alatt sírtunk, hogy vissza kéne menni haza, utána nagyon megszerettük egymást az osztálytársaimmal, illetve az egész iskolával, és a tanárokat is, és azt mondhatom, hogy a tanárok különösképpen is olyan meghatározóak voltak, és követendő példát mutattak nekünk, ami jót tett azért úgy gondolom az egész előremenetelemnek, meg az emberségemnek is, és talán ebből tudok most is egy kicsit meríteni abban, hogy hogyan kell valamit átadni másoknak. És ez a 4 év, amit ott töltöttem Kecskeméten, az nagyon szép volt, és örömmel gondolok mindig vissza rá. Az osztálytársaival tartják még a kapcsolatot? Tudják azt, hogy hányan lettek papok önök közül? Hát rendszeresen tartunk természetesen érettségi találkozó évfordulóján, legalább 5 évenként mindenképpen, de mostanában már elkezdtük egy kicsit sűrűbben is, hogy azon kívül is megpróbálunk összejönni, de 5 évenként mindenképpen összejövünk, és megpróbáljuk ismét megismerni egymást, mert azért sokat változunk közben. A közülünk az osztályból, ha jól számolom, 5-en lettünk papok. Hát ez szép arány. Hát igen, szép végül is, mert főleg abban az időben, mert azért nem volt éppen előny, hogyha valaki annak jelentkezett. Egy görög katolikus volt, és 4-en voltunk római katolikusok, akik jelentkeztünk. Ugye, ahogy leérettségizett, utána még nem egyből a papi hivatást választotta, hanem matematika földrajz szakon kezdett el tanulni az egyetemen. Hát igen, mert hogy azért érettségi előtt azért úgy gondoltam, hogy mégsem egészen ezt az utat kellene járnom, bár különösen a nagymamám azt várta, hogy természetesen pap leszek, meg hát sokan a faluba, a szülőfalumba sokan várták, de hát én úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak más utat kellene bejárnom, és hát így próbáltam valamit keresgélni, amihez kedvem is van, és hát meg kell mondani, a matematikához kedvem volt, mert azt nagyon szerettem, de mindig fizikával volt egybe a kettő, és a fizikát még nem annyira szerettem, és hát nagy nehezen a felvételi könyvben azért megtaláltam ezt a matematika földrajz szakot Szegeden a Tudományegyetemen, és hát ide jelentkeztem, de előtte még elvittek katonának biztonság kedvéért, hogy hát ha sikerül átnevelni, mert azért osztályidegen voltam, és ezt az egyetemen is lehetett érezni időnként, hogy azért az osztályidegenség megvolt, de viszont azt meg kell mondanunk, hogy az első évfolyam volt a mi évfolyamunk, akik 77-ben érettségiztünk, akik közül elsőre fölvettek egyetemre. Mert egyházi intézményből azelőtt elsőre semmiképpen sem vettek föl senkit. De önnek akkor sikerült? Hát igen, úgy tűnik. Igen. Elsőre fölvettek. Igen. De viszont egy év után abba hagyta. Hát igen, mert ugye aztán, amikor ott voltam az egyetemen, az egy nagyon jó időszak volt, mert azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon nem kellett megerőltetni az embernek magát, hogy jól is éreztük egymás között magunkat, de azért azt éreztem, hogy az a belső késztetés volt, hogy jó, amit van, de azért nem ott vagyok, ahol kellene lennem. Bár először nem jöttem rá, hogy ez miért, mit jelent, és ezért tartott egy évig igazából, amíg szépen lassan kialakult, hogy
nem ott vagyok, ahol kellene lennem. Igaz, hozzájárult az is, hogy ráébredtem, hogy holva kellene mennem, hogy az osztálytársaim vagy évfolyam társaim közül sokan voltak olyanok, akiknél látszott a nihilizmus, az, hogy nincs életcéljuk, és hát bizony többször is jöttek hozzám kérdezgetni erről, arról, amarról, és hát akkor úgy szép lassan ráébredtem, hogy azért meg lehet mutatni az embereknek azt, hogy ez az élet szép, és meg lehet szépen is élni, nem kell itt a nagy semmiben lebegnünk, és hát egy kicsit ez terelgetett szépen lassan arra felé, hogy évvégére azt mondtam, hogy akár milyen is szép és jó ez az élet, azért mégiscsak máshol van a helyem. És ekkor került a szemináriumba. Igen, és ekkor jelentkeztem, hogy júniusban van általában a felvételi a kispapoknál, és hát akkor hazajöttem, bár vizsga időszak volt az egyetemen, de két vizsga között hazajöttem, aztán a plébánossal megbeszéltük, hogy hogyan és miképpen lehet ezt tenni, majd visszamentem, hogy befejezzem azt az évet, és aztán így szeptemberben már a szemináriumba kezdtem a tanulást, és hát ez a szeminárium 5 éve, amit ott eltöltöttem, tényleg ismételten szép volt, főleg így visszagondolva, bár elég küzdelmes volt, akkor azért nem volt olyan könnyű, mert meg kellett küzdeni saját magával az embernek, hiszen főleg egyetemen sok minden olyan dolgot szeret magára az ember, ilyen kis allűröket, amit le kellett faragni saját magáról, és ez nem mindig volt olyan könnyű dolog, mert hát akkor azért fájdalmas, hogy egy-egy dolgot le kell tenni az emberről, amit esetleg kedvelt is, vagy megszokott. És hát ezért ez az 5 év küzdelmes volt, de ugyanakkor ugye szép, különösen abból a szempontból, hogy visszatekintve lehetett látni, hogy hogyan és miképpen fejlődik, alakul az ember, és lesz alkalmassá, vagy alkalmasabbá a papi pályára arra, hogy azt tegyem, amit szeretnék, illetve amire Jóisten meghívott engem. Hogyan tudják felkészíteni a kispapokat erre az elég, mondjuk ki őszintén, nehéz hivatásra, mert hogy ez egy hivatás? Hát sok minden kell hozzá, ez kétségtelen, leginkább az imádság, és hát azért az is fontos, hogy a tanulásban olyan oldalról közelítsük meg az Istent, hogy érezzük azt, hogy megismerni az Istent jó. Az első évfolyamban, amikor oda kerültem, akkor néhány hónap múlva tényleg éppen ez jött elő bennünk, hogy azt beszélgettük egymás között, hogy az lenne a jó, hogyha most elvonulnánk egy erdőbe, remetének élni, semmi mással nem foglalkoznánk, csak az Isten megismerésével. És ez olyan örömmel töltött el bennünket az, hogy egyre többet és többet ismerünk meg az Istenből, hogy már ez önmagában jó érzés volt és boldogító öröm volt számunkra. És hát tényleg volt bennünk, hogy milyen jó lenne remetének lenni, mert akkor semmi mással nem kéne foglalkozni. De hát nyilván azért azt is tudtuk, hogy nem arra hívott meg most minket az Isten, hogy magunkkal foglalkozzunk, hanem másokkal, és hát ez ösztönzött arra is, hogy a tanulásban is minél többet és többet próbáljunk megtudni, mert hiszen ezt tovább kell adni. És hát ezért ugye a tanárok azok a maguk képességéhez képest mindent megtettek ahhoz, hogy átadják a tudományokat. Ugyanakkor azért a lelki oldala az még fontosabb volt a szemináriumban, hiszen ahhoz, hogy alkalmasak legyünk majd elvégezni a ránk bízott feladatot, ahhoz lelkileg kellett leginkább alakulni. És hát a szemináriumban a kápolnának a kápolna volt, mondhatjuk így, a szíve az egész épületnek, és hát oda gyakran vissza is mentünk, még egyedül éjszaka is sokan úgy visszatértünk, néha össze is találkoztunk éjszaka alvás idő alatt, mert hát azért éreztük, hogy saját magunk erejéből képtelenek leszünk. És hát a tanároknak a példája is, az ott levő atyáknak a példája is azért vonzott bennünket, hogy azért meg lehet tenni azt, amit nehéznek láttunk, akkor minél jobban belementünk a feladatok felismerésébe, annál jobban láttuk, hogy ez egyre nehezebb. De azért
nem estünk kétségbe, mert tudtuk, hogy nem magunknak kell ezt elvégezni, másrészt meg ott voltak a példák előttünk, és ez sokat segített. De azért voltak holtpontok, ugye? Hát úgy érezte, hogy... természetesen sokszor volt olyan, különösen az, hogy alkalmatlan az ember erre a feladatra. Tehát amikor ráébredt arra, hogy hát, mint hogyha nem haladnék előre, nem fejlődnék, és ezt meg kell mondanom, hogy én az 5 év alatt végig úgy éreztem, hogy lelkileg valahogy nem haladok előre. Csak akkor döbbentem rá, hogy azért sokat változtam a szemináriumban lépéstől kezdődően, amikor közvetlenül a szentelés előtti lelki gyakorlat volt. És akkor egy kicsit volt lehetőség, alkalom arra, hogy visszatekintsen az ember az elmúlt évekre, és akkor láttam, hogy azért sok minden megváltozott bennem is, meg a viselkedésemben is, a szóhasználatomban is, sok minden másban is. És akkor elvégezte a szemináriumot, és megtörtént az első szentmise. Az milyen érzés volt, amikor először állt ki, és először celebrálhatott egy misét? Hát ugye 1984-ben történt a pappá szentelés, június 16-án is rá 2 hétre volt az első szentmisém, július 1-én. Eléggé sokan voltak akkor ott jelen, és már önmagában ez is egy kicsit szívdobogást okozott az embernek, különösképpen azt, hogy először mutatja be azt a legszentebb áldozatot, amire készült 5 éven keresztül, és amit tényleg a legszentebbnek is tartott. És hát kezébe tartani az embernek Jézust magát, az eléggé megható, és hát bizony néha napján ott a szentmisén belül is elérzékenyültem, és sokszor nehezen tudtam kimondani a szavakat, de hát azért úgy gondolom végig tudtam mondani a szentmisét, nem volt különösebb probléma, de hát az megint meghatározó volt a számomra is. Mint ahogy itt a környékben is sokan emlékeznek, most is itt a két falumban is, akár hová megyek, mindenhol mondják, hogy ott voltunk ám akkor. Mert tényleg sokan voltak akkor 84-ben itt a környékről. Hol mutatta be az első szentmisét? Hát Kartalon, ugye, csak hát szabadtéren volt, mert a kartali templom ehhez egy kicsit kicsi volt, hiszen több mint 2000-en voltak ott a szentmisén, és a templom szentélye mögötti részen volt felállítva az oltár, és hát ott a parkban, az előtte levő parkban ott voltak az emberek, és hát felemelő érzés volt az, hogy olyan sokan vannak egyrészt, és én meg ott lehetek, különösen akkor, amikor a többi paptársamat már láttam, akik idősebbek is körülvettek itt a kerületből, a Nagy Árpád atyára mindenki emlékszik, de a szemináriumból az előjárók is ott voltak, és hát ugye ez önmagában már olyan ünneppé tette ezt a napot, hogy hát természetesen most is vissza-vissza emlékezem időnként rá, néha még magnó kazettán megvan a felvételé, bele-bele hallgatok abba is, hogy egy kicsit úgy ott érezzem magamat. És ez feltöltődjön. Igen, és erőt is ad ahhoz, hogyha nehézségek is vannak, azért visszagondol az ember, hogy akkor milyen sok minden dolog történt az emberre, és mennyit töltődött abból az ember, és hát megpróbál most is utána tölteni egy kicsit. És akkor az első szentmise után hova helyezték? Hát, amikor megkaptam a dispozíciót, az első elhelyezést, ez azt szerepelt rajta, hogy Kerepestarcsa 2. Én azt sem tudtam, hogy van Kerepestarcsa, úgyhogy a térképen kellett megkeresnem, hogy hol is van az. Azt meg még kevésbé tudtam, hogy ez Kistarcsát jelenti. Ugye, mert akkoriban összevonták a két falut, Kerepest és Kistarcsát, megpróbálva eltüntetve Kistarcsa nevét ugye az internáló tábor miatt. És hát erre a Kistarcsára kerültem augusztus 1-ével, és ott egy igazán kiemelkedő, legalábbis számomra mindenképpen meghatározó atya volt a plébános, Valentin Tibor atya, aki mellett 3 évig mondhatnám, hogy sok minden csínyát, binnyát ellestem, megtanultam
a papi szolgálatnak azt, hogy hogyan és miképpen kell bizonyos helyzeteket kezelni. És hát, mivel mindig az első szerelem a legszebb, ezért a kistarcsai első 3 évem az biztos, hogy ott van valahol a szívem csücskén, mert hát akár a fiatalok, akár a felnőttek mind azért meghatározóak voltak abban az első 3 évben. Ön ott káplánként tevékenykedett, ugye? Voltam, igen, hát plébános volt ez a Valentin Tibor atya, és én meg segítőként, káplánként voltam mellette. És akkor a 3 év leteltével újra elhelyezték? Igen, akkor hát közelebb helyeztek, bár a kistarcsa sincs messze, de közelebb helyeztek, mert 60-ba kerültem Belvárosi plébániára, Páros Frigyes atya mellé, és itt 2 évig töltöttem az időmet, a papi szolgálatomat. Ez nyilván más jellegű volt, mint a kistarcsai. Kistarcsa sokkal falusiasabb jellegű, bár sok ember volt ott, hiszen 10 000 fölött volt már akkor a lakossága. 60 viszont város volt, tehát egy kicsit más jellegű volt, és másképpen is kellett az emberekhez is hozzáállni, másképpen kellett egy kicsit beszélgetni is velük, és hát ez is egy kicsit úgy tanuló idő volt, hogy hogyan és miképpen lehet a különféle felfogású emberekkel, különféle indítatású emberekkel szóba állni, beszélgetni. És a 60 után újabb elhelyezés? 60-ban 2 évig voltam, és onnét még egy kicsit magasabbra mentem, vagy a nagyobb helyre, mondjuk így, mert Kispestre kerültem, Budapestnek a 19. kerületébe, ott is a fő plébániára, ott 3 plébánia van magán Kispesten, és hát ott meg több mint 40 000 lakos tartozott oda, tehát egy kicsit magasabb volt. De ez 3, vagy közel 4 év, amit ott töltöttem Kispesten, az megint kiemelkedő volt a papi életemben, mert ott tényleg mondhatnám, hogy a plébánosom mellett, ott is káplánként voltam, Hegedűs László atya mellett, aki hál' Istennek most is él, nagyon sok mindent megtehettem, mindent igyekezett a kezem alá tenni, hogy amit csak óhajtok, azt meg tudjam tenni, és az emberekkel nagyon-nagyon sokat lehetett foglalkozni, sok szép dolgot tudtunk elérni, fiatalokkal, középkorúakkal, idősekkel egyformán, gyerekekkel is, és hát ez így mondhatom, hogy csúcspontja is volt, főleg a káplán éveimnek, hiszen akkor már azért gyakorlatban is benne voltam, hiszen már 5 év mögöttem volt, és hát maga a hely is olyan volt, amit lehetett látni, hogy az emberek partnerek abban, hogy előbbre haladjunk. Az elhelyezéseket azt... Abban van beleszólása azért a papoknak, vagy pedig a püspök úr dönti el? És azt is, hogy hány évig van egy helyen, és hova helyezi aztán el? Hát nyilván alapvetően a püspök úr dönti el az időt is, a helyet is. Annyiban van lehet beleszólása egy-egy papnak, hogy ha végképpen nem tud valamilyen úton, módon egy-egy helyen megmaradni, akkor kérheti az helyezését, de ez ritkán szokott azért lenni, mert úgy vagyunk mi, hogy a Szentlélek irányítja azért a Anya Szentegyházunkat és a püspök atyát is. És hogyha az ember ráhagyatkozik a Szentlélekre, akkor rá kell döbbennie, hogy jobban tudja a Szentlélek, mint mi, hogy hova kell menni. És hát sokszor volt az, hogy nem szívesen mentem egyik helyre másikra, mert annyira megszerettem a helyet, de aztán rá kellett jönnöm, hogy a Szentlélek csak tudta, hogy miért helyezett el, és ott is megtaláltam azt, amit kellett, az örömet is, meg a munkát főleg, hogy mit kell tenni, és úgy gondolom, hogy akárhova is kerültem, mindig azt lehetett érezni, látni, hogy pont arra van szükség, amit én tudok adni. Egyébként azért is kérdeztem ezt, mert hogy úgy tűnik, így végig gondolva az egészet, mintha tudatosan lett volna felépítve. Tehát egy kisebb településről haladt egyre nagyobb fele, egyre több, egyre nagyobb feladatot kapott káplánként, és akkor utána
Utána mi következett? Hát utána már önállóvá kerültem, de hát ez a felépítettség nem biztos, hogy annyira tudatos volt, legalábbis az emberek részéről, még a püspökatya részéről is, közben ugyanis változtak a püspökatyák is, mert hát emberként mi is meghalunk, meg a püspökatyák is, és akkor így változott, de a Szentlélek számára bizonyára ez a felépítettség megvolt. Kispest után az első félig önálló helyem, azért félig csak, mert átmeneti állapot volt, Lőrincébe kerültem, ahol azért volt csak ideiglenes az állomás, mert igazából a püspökatya akkor Boldogra akart helyezni, de ott bizonyos problémák miatt még nem lehetett oda menni, és így kerültem Lőrincre átmenetileg, amihez hozzátartozott Zagyvaszántó és Petőfi bánya is, és hát ezt a három helyet láttam el akkor ilyen 4,5 hónapon keresztül, majd amikor a helyezéseknek a megfelelő idejében, a nyáron így lehetőség vált, akkor kerültem Boldogra, és azt kell mondom, hogy ez volt az első igazán plébánosi helyem a Boldog községben, ahol megint csak azt kell mondanom, hogy neki kezdve a munkának, az emberek partnerek voltak mindenben, amit elkezdett az ember is, és tényleg az bár rövid idő volt, alig több mint egy év volt, amit ott töltöttem, azért mégis sok mindent sikerült megvalósítani együtt az emberekkel, és hát mondjuk így megszeretni egymást is. De azt gondolná az ember, hogy egy év alatt nem sok mindent lehet tenni. Tehát éppen belekezd valaki valamibe, kezd megismerkedni a helyen az emberekkel, kezdik befogadni és fordítva, és aztán már el is kell mennie. Hát igen, az egy váratlan elhelyezés volt a Boldogról, mert ugye nem a szokásos időben történt, ez november 15-ével helyeződtem el, tehát az eléggé váratlan volt, számomra is váratlan volt, de hát hogy az egyház megye érdekei időnként mást kívánnak, mint hogy az ember egyéni dolgát helyezzük előtérbe, és hát ezért nehezebb is volt elmenni onnét nyilván, éppen azért, mert úgy gondolom, hogy igazán kezdtük megszeretni egymást a boldogiakkal, és a boldogiak is elfogadtak engem, de hát a Szentlélek megint csak jobban tudja, hogy mikor mit kell tenni, és hát ezért úgy gondolom, hogy bár nagyon szép volt ez az egy év, amit ott töltöttem, de azért a Szentléleknek meg volt az oka arra, hogy másfelé küldjön. Merre? És hát akkor egy kicsit távolabb kerültem a szülőfalumtól, mert hát ugye eddig mindig egészen közel voltam itt a környéken szinte, bár az sem volt nagyon-nagyon messze, Borsos-Berény, volt a nógrádi kisfalu, 1000 lakosú kisfalu, aminek volt két filiája, Horpács és Pusztaberki, majd később, nem sokkal utána, közel egy év múlva meghalt a Tolmácsi atya, és akkor azt is én kaptam meg, tehát az a négy faluban voltam akkor. Hát ott inkább a sok idő azzal ment el, hogy egyik faluból át kell menni a másikba. De mert ugye mindenhol az ember szerette volna ellátni a feladatát, de hát ez azt jelentette, hogy sok szaladgálás volt benne. Egy maga volt ott? Hát természetesen akkor, hogy ott volt, mindeddig nem volt káplánom, meg valószínűleg ezután sem lesz, mert most már egyre kevésbé van káplán. Egyedül voltam, és hát még mondjuk az volt az érdekesség, hogy Rétságon át kellett menni ahhoz, hogy Tolmácsra átkerüljek, tehát egy másik, akkor már város volt Rétság, bár kis település az is, hiszen 4000 lakosú városka csak, de hát ez egy érdekessége volt. Hát egyedül voltam, és hát igyekeztem úgy beosztani a dolgokat, hogy mindenhol azt, amire szükség van, azt el tudjam látni. És akkor a négy falu után következett? Borsos-Berényben is 4 évig voltam ebből a 4 faluba, majd onnét a püspökatya Mogyoródra helyezett, egészen közel a fővároshoz, ami egy kicsit megtiszteltetés is volt azért is, mert mindig is különleges helye volt Mogyoródnak, hogy a vallásossága híres volt a falunak, és hát az, hogy közel van Budapest, ez az még egy kicsit más jelleget is ad neki,
És hát ott rögtön sajnos építkezéssel kellett kezdeni, és ez az ott létem alatt folyamatosan mindvégig meg is maradt, úgyhogy még maradt is utánam, és amikor eljöttem, még mindig voltak apró dolgok, amiket még helyre kellett hozni, vagy be kellett fejezni. A templomban, de vagy a plébánia? A templom körül, a templom és a plébánia. Ott érdekes módon egy kicsit szorosabban volt együtt a plébánia meg a templom, egy udvara volt, mondhatnánk így, és ezért majdnem, hogy nem is lehet külön választani a kettőt. Tehát elsősorban persze a templomról van szó, mert a templomot kívül, belülről kellett megújítani, és hát ott, mivel dombos vidék, támfal volt körbe, az is egy nagyon nagy munka volt, hogy fel kellett újítani a támfalat, mert már abban veszély volt, hogy ledől is elmozdul a föld, és azt kellett felújítani, de általában, tehát a legfontosabb dolog természetesen a templom volt. Ugye elsősorban a torony, mert az volt a legveszélyesebb, és hát így először kívülről, majd belülről teljes egészében felújult. És itt viszont Magyaródon sokáig volt, az eddigiekhez képest legalábbis. Igen, természetesen 10,5 évet töltöttem ott. És hát ugye a püspök atya most éppen olyan koncepciót próbál kialakítani, hogy 10 évnél tovább ne legyen ott egy ember egy-egy helyen, és hát ezért is kerültem el, de hát ez a 10 év természetesen azt is hozta magával, hogy egyre jobban megismertem a falut, és hát ugye már minden rezdülését is ismertem, és tudtam, hogy ha valami probléma van, akkor hova kell menni, hova lehet nyúlni, mit kell tenni. De ugyanakkor egy kicsit azt is, hogy már annyira ismertem az embereket, hogy lassan oda jutott az ember, hogy talán azt mondják majd, hogy nem is tud újat mondani már az ember, és ezért nem is biztos, hogy baj, hogy váltottam. Még akkor is, hogyha egy kicsit nehezen hagytam ott, mert azért több mint 10 év azért ez egy meghatározó az ember életébe. Egy évtized azért egy helyen azért is sok, bár hát, hogyha meg azt nézzük, a régi atyák közül sokkal többet töltöttek egy-egy helyen, de azért az embernek meghatározó volt, és nehezen jöttem el, de azért úgy gondolom, megint azt kell mondanom, a Szentlélek irányítása ott volt most is, mert tudja, hogy mikor, hol, mit kell tenni, és mire van szükség. Mi emberek nem látjuk és nem tudjuk, csak akkor legfeljebb, hogyha visszatekintünk, hogy hát azért meg volt az értelme mindennek. Igen, és akkor így került ide Pagra és Hévízgyörgyre, ahol nagy szükség volt. Hát igen, mert akkor ugye már egyik helyen sem volt éppen plébános. Györkön sokkal régebben nem volt, Bagon pedig egy fél éve nem volt már plébános. Ők még nehezebben értették meg, hogy mit jelent az, hogy nincsen. A Hévízgyörgyön azonban már ugye több mint 10 éve nem volt, és hát ők meg nagyon is érzik. De hát az a dolog, hogy most is így van, mert hiszen a székhelyen Bagon van, és csak átjárok, még hogyha igyekszem minden erőmmel úgy megtenni mindent Hévízgyörgyön is, hogy ne érezzék azt, hogy távol vagyok, vagy nem ebben a faluban, nem helyben lakom, de azért igyekszem megtenni, amit tőlem telik. Bagon pedig természetesen ugye, örültek annak, hogy a nagy ijegységre, hogy nem lett plébánosuk, most mégiscsak lett. Mennyiben jelent ez új feladatot önnek? Elsősorban talán Hévízgyörgy egy kicsit más, mint az eddigi feladatai, mivel hogy itt ugye több felekezet van, több vallási felekezet. Igen, hát alapvetően minden hely más is más. Mindenhol különféle feladatok vannak. Mondhatnám azt is, hogy mindenhol kihívás, új kihívás van az embernek. Így Bagon is természetesen más, mint az eddigi helyeim közül bármelyik is. Hévízgyörgy meg különösképpen ezzel a vegyes vallású lakossággal, bár hát azért voltam több helyen is, ahol vegyes vallású volt, Magyaród is ilyen volt egyébként, de itt különösen azt szeretném elérni, hogy
megőrizzük a katolikus identitásunkat, és megpróbáljuk egy kicsit látni azt, hogy mindenkinek megvan a maga értéke, minden felekezetnek, ezért is van az, hogy az ökumenikus ima héten megpróbálunk együtt lenni a többi felekezettel is, hiszen a régi-régi időkre visszagondolva, amikor igazán gyűlölködve gondoltak egymásra a felekezetek, hogy az már nagy előrelépés, hogy legalább nem gyűlölködünk, hanem igyekszünk szeretetben együtt lenni, és ezt kell is tennünk valamilyen formában. Ugyanakkor a meggyőződésem az, hogy az ökumenizmusban akkor tudunk előrelépni, hogyha mindenki megőrzi a saját maga identitását, tehát hogyha mi katolikusok leszünk, akkor teszünk többet az ügy érdekében. És hát ezt próbálom elérni azzal is, hogy ahol csak szükség van rá, vagy amilyen rendezvények vannak, igyekszem megjelenni a faluban is, és hát a tanítás részében is próbálom ezt elérni az embereknél. Ugye most már 2 éve szolgál itt Bagon és Évízgyörkön. Úgy érzi, hogy sikerült már beilleszkednie, hogy megtalálni a helyét itt? Én úgy éreztem mindegyik helyemen, hogy pár hét után mindenhol már majdnem, hogy otthon éreztem magam, hiszen úgy gondoltam, hogyha már egyik helyről elmentem, akkor az le van zárva. Addig, amíg ott voltam, addig mindent megpróbáltam megtenni, ami az erőmből telik, de amikor új helyre kerültem, akkor már azt kellett tekintenem, hogy ott mi a feladatom, és ott mit kell tennem, és azt gondolom, hogy az elmúlt 2 évben is igyekeztem ezt tenni. Ahogy Szent Pál apostol mondja, elfelejtem, ami mögöttem van, és neki feszülök annak, ami előttem van, és hát ezt próbálom itt is megtenni, Bagon is, és Évízgyörkön is, hogy arra koncentrálok, hogy itt ebben a két helyiségben mi az, amit tenni lehet, kell, és amire szükség van az embereknek. Nagyon kíváncsi lennék arra, mert sokakban ilyen sztereotípiák élnek a papokról, hogy na hát ők csak miséznek és kész, hát semmi más dolguk nincsen, hogy hogyan zajlik egy napja, mondjuk vegyünk egy hétköznapot. Úgy nagyjából egy átlagos hétköznapja hogyan telik el? Azt kell mondom, hogy a délelőttök azok általában egy kicsit úgy lazábbak, mert ugye akkor nincs olyan sok minden teendő, de hát az pedig nagyon szükséges ahhoz, hogy az összes többit az ember el tudja végezni, hiszen bizonyos dolgokra elő kell készülni, mint például a hittanórák. Hiszen a déli órákban vannak a hittanórák, általában délben is 1 órakor kezdődnek, tehát ezekben a déli órákban a hittanórákra is fel kell készülni arra, hogy valamit az ember úgy tudjon elmondani a gyerekeknek, hogy megértsék, felfogják, és mondjuk egy kicsit így, hogy élvezzék is a hittanórát, ami persze nem mindig sikerül természetesen, de azért készülni kell rá. A délután legtöbbször a temetések vagy más hasonló szertartásokkal folyik. Itt is azért sok készület van, leginkább az este az, ami sűrűsödik. A szentmise is, amikor kivétel 1-2, amikor reggel van a szentmise, általában este van, és mivel 2 falu van, mind a 2 faluban szokott lenni, tehát az is megfelelő időt veszel, és a szentmisék után pedig a felnőttebbeknek, középiskolásoknak, felnőtteknek való oktatás vagy felkészítés az, ami elviszi az időt, és hát nincs olyan este, hogy szabad lenne, ami csak úgy eltöltetnék mondjuk úgy pihenéssel vagy lustálkodással, de ez azt gondolom, hogy ez jó dolog, mert hiszen azt jelenti, hogy az ember tudja végezni azt, amiért elvállalta a papi szolgálatot, amiért ezt a hivatást választotta, és számomra mindig örömet ad az, hogyha tudok tanítani, különösképpen, hogyha valamit visszajelzés is jön, bár ugye a fiatalabbaktól kevésbé jön, de azért a felnőttektől sokkal több visszajelzés jön, hogy azért érdemes tenni ezeket a dolgokat. Persze közben ugye a betegek is előfordulnak, tehát ezt nem lehet nagyon elhelyezni, mert hol reggel, délben, délután, bármikor lehet, kivéve első péntekeken, illetve hát csütörtök és péntek a 2 nap, 1 hónapban egyszer, amikor a
betegeket látom, az egyik nap egyik faluban, másik nap a másik faluban, és még ezen kívül első szombatonként járok a kórházba is, a 60-i kórházba, mint ahogy a kerületben az összes többi atya is a kórházba, hogy ott is a betegeket ellássuk. Hát igazából ez egy szolgálat. Hát csak egy az lehet. Állandó készenlétben lévő szolgálat. Mit tart a legfontosabb feladatának? Mi az a cél, amit szeretne itt elérni? Hát legfontosabb az, hogy egyre többen szeressék meg az Istent, és egyre többen teljesítsék az ő akaratát, hiszen ezért lettem pap. Meggyőződésem, hogy csak úgy lehet boldog az ember, hogyha az Isten útját járja. És hát ezért sokszor el is szoktam mondani, hogy éppen azért hagytam ott az egyetemet, annak ellenére, hogy azért nem volt egy rossz életmód az, amit ott folytattam, legalábbis emberileg nézve, de pontosan azért hagytam ott, mert úgy gondolom, hogy az embereknek az lenne a jó, hogyha az Isten felé fordulnának, teljesítenék az Isten akaratát, parancsait, törvényeit, mert így élnék el a boldogságukat. Kívánok minél több boldog embert, akit sikerül erre az útra terelnie. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és megosztotta velünk gondolatait. És köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Várjuk önöket következő alkalommal is. Viszontlátásra!